Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik. Na hát, körforgásos gazdaság rovatunkban azt fogjuk megnézni, hogy a tiszta energia elége a harcban a klímaváltozás ellen. Horváth Bálint közgazdász, a budapesti és pozsonyi holland nagykövetség körforgásos gazdaság szakértője van itt velünk. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Szóval ugye arról sokat beszélünk, hogy a tiszta energiára való átállás az egy nagyon fontos lépés. Minél jobban át tudunk állni a fosszilisokról, annál jobb nekünk, de hogy elég-e önmagában ez az átalakulás? Hát én azt mondanám, hogy nem elég, két okból is. Kezdjük az elsővel, hogy tulajdonképpen körforgásos gazdaság nélkül igazából nem is lenne lehetséges az átállás. Ugye mit jelent a körforgásos gazdaság? Itt a bejátszásban hallottam, hogy beszéltetek már a zero waste elvekről, és hogy igazából ne termeljünk hulladékot. Tényleg tulajdonképpen a jelenlegi termelés-fogyasztási rendszereinket le kéne cserélni, ugyanis jelenleg a lineáris formáknak köszönhetően úgy termelünk és fogyasztunk, hogy elveszünk a természeti erőforrásokat, azokból termékek lesznek, majd a hasznos élettartamuk végén egyszerűen erdőhüvelyek és hulladékká válnak. És én azt mondanám, hogy ha ez szerint a filozófia szerint szeretnénk megvalósítani az energiaátmenetet, akkor tulajdonképpen nem is lenne elegendő erőforrásunk hozzá. Ugyanis, amit nagyon sokan elfelejtenek, hogy azokhoz a technológiákhoz, amiket fel kell használnunk a megújuló energiáknak a hasznosításához, rengeteg nemesfémre van szükség, és még egyéb erőforrásra, és ezt kiszámolták már tanulmányokban, hogy tulajdonképpen lineáris felhasználás mellett ehhez még kevesebb erőforrásunk lenne, mint a fosszilis energiahordozók a használatához, amik még olyan 30-40 évig elegendőek lennének, viszont a megújuló átmenethez nagyjából így ezek a fémerőforrások úgy nagyjából 10-15 évig lennének még elérhetőek számunkra. Hát akkor ez csapdahelyzetnek tűnik. Mi van akkor, hogyha a könnyedség és a kevesebb energiafelhasználás elve miatt megyünk tovább ezen az úton, és akkor kihasználjuk, amit lehet még 30-40 évig? Hát ez semmiképpen nem lenne egy jó hozzáállás, ugyanis ezekről a fosszilis energiahordozókról tudnunk kell, hogy miután felhasználtuk őket, utána ezek már nem lesznek elérhetőek. Ugye elég egyszerű, elégetjük őket, és később már nem elérhetők számunkra. Itt pont erre akartam célozni, hogy viszont azokat az erőforrásokat, amiket az energiaátmenethez kellene felhasználnunk, hogy azokat, hogyha nem lineáris filozófia mentén használnánk, hanem körforgásan, akkor a későbbiekben újra fel tudnánk őket használni, anyagoknak és új terméknek az előállítására. Nyilván ez lenne a körforgásnak a lényege, hogy sose fogjunk ki a nyersanyagokból. De ugye ezt elmondtam neked, hogy ez csak az egyik oldala annak, hogy miért nem elég mindössze az energiaátmenetre fókuszálni, és ott van a másik oldala, ami szintén a körforgásos gazdaság szempontjából szükséges, vagy fontos, ez pedig az, hogy az energiaátmenet az tulajdonképpen a jelenlegi globális üvegházhatású gázkibocsátásokat nagyjából úgy 50%-kal tudná mindössze csökkenteni. A maradékhoz mindenképpen szükségünk van a körforgás átállásra. Igen, és akkor itt a körforgásosban is főleg említettük ezt a 3R-t, ugye ennek az újrafelhasználás, az újrahasznosítás az egyik eleme, de talán az egyik legfontosabb, amiről kevesebbet beszélünk, az R betű, ami a reduce, hogy kevesebbet használjunk már fel eleve. Így van, így van. Örülök, hogy ezt felhozod. Már csak azért is, mert a körforgásos gazdaságot én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor félrekoncepcionálják, és tényleg csak azzal azonosítják, hogy mindent újra kellene hasznosítanunk. Amit szóval nem tudnak az emberek, hogy tökéletes újrahasznosítás az nem minden anyag esetében létezik. Vannak olyan anyagok, például a műanyag is ilyen, a papír, amiket csak bizonyos mértékben lehet újrahasznosítani, és utána már ez sem lesz elérhető számunkra. Főként a fémeknél elérhető az, hogy végtelen mennyiségben elég nagy hatékonysággal lehet őket újrahasznosítani. Emellett kihagyják az emberek azt is, hogy maga az újrahasznosítás az egy ugyanolyan termelési folyamat, ugyanúgy megvan annak az energiaigénye. Viszont sokkal fontosabb lenne ez a csökkentés, amiről te is beszéltél, ezt pedig már úgy tudjuk elérni, hogyha eleve olyan termékeket gyártunk, amelyeknek hosszabb a hasznos élettartama, és nem csak, hogy ez hosszabb, hanem még könnyebb is őket javítani,
hogyha meghibásodnának. És így aztán tudjuk csökkenteni azt az anyagforgalmat, amivel jelenlegi fogyasztási rendszerünk jár. Bálint, azért két dolog is, vagy több is szembe megy azzal a fogyasztói kultúrával, meg azzal a termelési kultúrával, amiben most élünk. Tehát alapvetően ugye a gyártóknak a jelentős része nem hosszú élettartamúra tervez, a fogyasztóknak is folyamatosan évről évre dobnak ki, sőt hónapról hónapra új modelleket, még a számítástechnikában is, vagy a infokommunikációban meg is. Meg hát ugye a vállalkozások, tehát úgy működik a vállalkozás, hogy növekedni, növekedni, növekedni. Ha megnézzük, a tőzsdei gyorsjelentések szezonja van az Egyesült Államokban, hogyha valaki nem növekszik, tehát nem ad el több terméket vagy szolgáltatást, akkor azt megbüntetik a részvényesek azzal, hogy nem veszik a részvényeit. Így van, így van. Örülök, hogy erre is felhívjátok a figyelmet. Szerintem most kezdünk el is elérni arra a szintre, hogy az emberek kezdik látni, hogy átfogóan kellene gondolkodnunk, mert minden tulajdonképpen mindennel összefügg. A fenntarthatóság területén nem elég az energiaátmenetre fókuszálnunk, még az üvegházhatású gáz kibocsátása csökkentéséhez sem, hanem szükségünk van erre a körforgásos szemléletre. Viszont gazdaságilag pedig azt látjuk, hogy pontosan szembe megy, ahogyan ti is mondtátok, azzal a növekedés alapelvvel, amit eddig alkalmaztunk. Mi lenne ennek a méregfoga, vagy inkább úgy mondanám, hogy ennek a méregfogának a kihúzása? Hát, ugyan ti is elmondtátok, mindig új terméket kell termelni, folyamatosan eladni, sőt, még vannak ilyen úgynevezett urbán legendák is arra, úgy nevezik, hogy tervet elavulás, hogy direkt olyan terméket gyártanak manapság gyártók, amelyek hamar elromlanak, így aztán mindig újat kell bőle vásárolni. Hát ezt maga a szerelő szokta mondani. Tehát én az elmúlt negyed évben jártam úgy, hogy bejött a szerelő, ránézett a mosogatógépre, és azt vegyen újat. Ez már alkatrészt se lehet kapni. Ez azért nem éppen környezetbarát, hiába kardoskodtam, azt mondta, hogy ő nem foglalkozik ezzel. Így van, sok elektronikai terméknél mondják azt, hogy inkább vegyen újabb, egyszerűbb, vagy vegyen újat, egyszerűbb, mint ezt megjavítani. Én direkt hivatkoztam viszont erre urbán legendára, azért, vagy urbán legendaként, azért, hogyha az ember beszél egy mérnökkel, akkor nem teljesen így van ez a rendszerben, de szerintem erre most... Hát erről majd a tervezett elavulásról majd beszéljünk. Rendben, igaza van, de ugye akkor az anyaghasználat, akkor azt mondják, hogy hát akkor sokkal drágább lenne az eszköz, akkor nem vennék meg, akkor olcsóbb anyag, más összeszerelés, nem csavarják, hanem ragasztják, és stb. Tehát a végén egy ilyen költséghatékonysági szempontból lehet, hogy urbán legenda, de mégiscsak az lesz belőle, hogy szétszedni se lehet. Így van, de akkor viszont mégis térünk rá kicsit bővebben, ha már energiafelhasználás. Ugye mi az, amit a legtöbbször hivatkoznak ilyenkor? A mosógépet. Azt hiszem előbb te is pont a mosógépet mondtad. És mindig mondjuk, hogy bezzeg a nagyszüleink korában 30 évig ment egy mosógép. Igen, csak azt elfelejtjük, hogy a hosszú élettartamnál kiveszünk a hatékonysági javulási rendszerből. Tehát ha még mindig olyan gépeket használnánk, akkor tulajdonképpen az 3-4 év alatt kitermelné egy új mosógépnek az árát, mert manapság, amikor megveszünk 4 évvel később egy új mosógépet, a sokkal hatékonyabban működik, kevesebb vizet használ föl, kevesebb energiát. Persze nyilván ennek is megvan a korlátja, hogy mikor tudjuk kimaxolni ezt az energiahatékonyságbeli növelést. Viszont ez is egy fontos aspektusa annak, hogy most akkor egy átváltás jelenséggel nézünk szembe, vagy sok hulladékot termelünk, vagy pedig megmaradva a régi rendszereknél sok energiát és egyéb erőforrás használunk fel az elavultabb rendszerekkel. Uh-huh. És pont erre akartam kitérni, hogy viszont van egy módszer, amivel kihúzhatjuk a kapitalizmus méregfogát, akár így is fogalmazhatnék, az pedig az, hogy nem eladjuk a terméket üzleti oldalról, fogyasztó oldalról, pedig nem a terméknek a birtoklására fókuszálunk, hanem a termék szolgáltatásának az igénybevételére. Ezt úgy nevezik, ez egy körforgás alapelv, hogy a termék mint szolgáltatás, és ennek az a lényege, hogy itt a fogyasztó csak használja a terméket, fizet a használatáért, viszont annak nem ő a tulajdonosa, hanem az eredeti gyártó vagy a forgalmazó, és ennek több előnye is van, például az is, hogy mikor elromlik, akkor nem az ő költsége azt megjavítatni, hanem akkor a szolgáltatási bérként kap, vagy a bérnek a fejében kap újabb terméket, és nem is az ő dolga, annak az újrahasznosítása sem, hanem mert nyilván nem az ő tulajdona. Nagyon jó, és ugye a megosztás is egy nagyon jó dolog, az autó megosztás. Pont itt a parkolási helyzetről beszélgettünk, azért igen, megváltozna is a dolog. Figyelj, Bálint, mi innen történt? Folytassuk szerintem ezt igen. A beszélgetést, mert nagyon sok érdekes kérdés maradt nyitottan, úgyhogy ebben a 3R rovatban szívesen látnánk még egyszer, hogy hát még jobban még kivesézzük is. Ezt az egész témát. Nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt nagyon a beszélgetés. Én köszönöm.
Horváth Bálinttal beszélgettünk, közgazdásszal, a Budapest és Pozsonyi Holland Nagykövetség körforgásos gazdasági szakértőjével, akivel még folytatjuk a beszélgetéseinket a körforgásos gazdaságról. A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, te mit nézel? Nem.